Egy héttel ezelőtt megmutattuk nektek, hogy a bibósok hogyan érezték magukat a gólyatáborban, most pedig a sziládisokhoz látogattunk el. Gólyákkal kezdjük a beszélgetést a két hölgyel, akiket úgy hívnak, hogy... Kovács Lili, Györfi Virág. Az előbb mindenféle csodálatos produkciókat láthattunk, mik történnek most itt a tábor tűz mellett. Hát igen, ezt ma kezdtük el a készülődést rá, és nagyon összehozta a csapatokat, szóval ez így ismerkedésnek tökéletesen megfelelt. De pontosan mi is volt a feladat, mit kellett összehoznatok a nap folyamán? Hát különböző produkciókat, és hogy az osztályok mivel készültek, és hát ezzel igazából azt kellett megmutatni, hogy mennyire vagyunk szerintem versenyképesek, és hogy mennyire összetartom már így második napon az osztály. Ti melyikben vettetek részt az előbbi produkciók közül? Mi a Cup Songban. Mennyi időbe tellett betanulni? Ráment az egész napotok, vagy már ismertétek, és nagyon hamar összehoztátok? Körülbelül 2 óra hossz alatt mindenki megtanulta. Mi volt pontosan a nehézsége a feladatnak, hogyha volt? Hát annyi, hogy ugye ehhez kézügyesség is kell, és ez nem mindenkinek volt meg az osztályban, de úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettünk, ugyanis mindenki megtanulta estére, és mindenki meg tudta csinálni ritmusra. Így a feladat alapján úgy tűnik, hogy ütőképes osztály lesz? Az előbb azt mondta, hogy megnéztétek, hogy versenyképesek vagytok-e, azok vagytok? Igen. Milyen lesz az osztályközösség? Ezt te lehet szűrni már így egy-két nap ismeretség után? Igen, mert a tanárok nekünk tartottak ilyen különböző ismerkedős órákat, és szerintem már most nagyon összetartóak vagyunk és kitartóak. Fiúból vagy lányból lesz több? Lányból. Há, nem számoltad meg, most lebuktál, nem számoltad meg. És lesz szerinted versengés a lányok között, vagy tényleg ez egy nagyon jó csapat, és nem erről fog szólni? Én nem vettem észre, hogy lenne, és szerintem nem is lesz. Mert már rögtön megtaláltuk a közös hangot mindenkivel, mindenki beszélget mindenkivel, és megtaláltuk a közös hangot, úgyhogy szerintem nem lesz. Esti mese a sziládi gólyatáborában, hát azt gondolom, hogy azért nem hagyományos esti meséről kell gondolnunk, de majd ezt a lányok mindjárt megerősítik, vagy cáfolják. Végzősök vagytok, ugye? A neveteket létszáruljátok el. Dominika. Trixi. Nagyon-nagyon sok a gólyák, de azért az én szívem jobban megdobban, amikor végzősökkel beszélgethetünk. Én kérek elnézést. Mi történik itt most? Látjuk, hogy esti mese van, de milyen esti mese ez? Hát ez a Sziládiról fog szólni, hogy megnézhetik a gólyák az iskolai életet. Képeket, videókat nézhetnek a történésekről. Gyakorlatilag ezt ti forgattátok, rólatok szól? Hát rólunk szól, de nem mi forgattuk. Egy Sziládiban tanult diák, aki fotográfusnak ment, ő csinálta ezt a kis filmet. De szerepeltek benne? Látszódni fogtok? Hát remélhetőleg. Milyenek a gólyák? Hiszen ti azért már eltöltöttetek itt jó pár évet, ki ennyit, ki annyit. Milyennek látjátok, milyen lesz az utánpótlás? Hát mi a cégseknek vagyunk a segítő, és úgy látjuk, hogy elég jó lesz az utánpótlás. Egyébként a picik is nagyon aranyosak, úgyhogy szerintem jó lesz. Kvázi ilyen mentorok vagytok? Tehát nektek kell bevezetni őket a szilárdis létbe? Igen, nekünk kell őket bevezetni, persze szivatásokkal megfűszerezve, de mi vezetjük be őket, igen. Gonosz feladatokat eszeltetek ki? Na, csak egy picit. Mert hogy nagyjából miket kellett nekik csinálni a nap folyamán? Hát, titok. Nem publikus? Hát de publikus, hát lányoknak volt olyan, hogy csukott szemmel kellett egymást kisminkálni, és így kellett lennünk több órán keresztül, úgyhogy ilyen feladatok voltak. És a fiúk? A fiúknak, hát ők voltak a mi szolgáink ma. Legyeztek minket, ha melegünk volt, ételt italtoztak nekünk. És jól teljesített mindenki? Igen, nagyon jók voltak, büszkék vagyunk a fiainkra. Kicsit ilyenkor illik már azért így az utolsó tanév kezdetén visszatekinteni az elmúlt néhány évre, hogy milyen is volt itt a gimiben. Hát nekem ez volt életem legjobb 3 éve, és remélem, hogy a negyedik is nagyon jó lesz. Mert hogy mire kell ilyenkor készülni? Ugye vannak komoly feladatok, vannak kevésbé komolyak így ebben a tanévben? Hát a kevésbé komolyabbak azok inkább, hogy az elején vannak a gólyabál, ugye azt mit csináljuk, meg aztán a szalagavató, és akkor így egyre nehezedik érettségi, ilyenek. Szalagavatóra való készülés az ilyenkor már javában zajlik? Tehát így az osztálytáncok, évfolyamtáncok körvonalazódnak? Igen, úgy nagyjából már tényleg ki körvonalazott az egész, úgyhogy, de még van mit gondolkozni, simítgatni rajta.
az alapötleteket azt már behoztátok, és akkor ilyenkor átgyúrjátok, hogy akkor melyik lenne a legjobb például? Igen, úgy lett megbeszélve év végén, hogy kitaláltuk, hogy nagyjából mi legyen, és akkor így közben is, nyerőszünet közben is beszélgettünk, hogy akkor mi legyen, de most már muszáj lesz már körbenozni az egésznek. Közben nagy sikere van a filmnek, itt úgy hallom, a háttérben folyamatosan kúrjongatnak. Te is így érezted egyébként, ahogy ő mondta, hogy ez a 3 év, ez nagyon jó volt itt a gimiben? Igen, nekem is borzasztóan jó volt. A gimnázium, úgy érzem, nagyon sokat adott nekem, a barátoktól kezdve az életre való felkészülésig mindent. Elképzelhető, hogy 5-10-15 év, 20 év múlva is tartjátok majd a kapcsolatot a mostani barátokkal, barátnőkkel? Igen, ezt fogunk költözni. Valóban így mentek tovább, igen. Majd együtt tovább? Igen, már nagyon régóta kimondtál, hogy összeköltözünk, már csak a lakás hiányzik. Még mindig zajlik a Szilárdis filmvetítés itt a Gólyatáborban, mi pedig most újabb fiatalokkal fogunk arról beszélgetni, hogy pontosan mit is terveznek, milyen lesz ez a néhány év itt a gimiben. Már itt is állnak, és nagyon meg fogjuk őket lepni. Sziasztok, srácok! Áruljátok el a neveteket, légy szíves! Péter. Szabi. Na hát fel vagytok pörögve, itt azt láttam az előbb, hogy nagyon jól éreztétek magatokat, ez valóban így van? Jó eddig a Gólyatábor? Na, eddig nagyon élvezzük az egészet, nagyon jó fejek eddig a végzőseink. Minden feladatot eddig tök jó volt megcsinálni, semmiből nem volt konfliktus. Mert hogy előzetesen esetleg azt gondoltad, hogy majd itt lesz némi gonoszság, vagy olyan feladat, ami nem fog tetszeni? Persze, hát hallottuk, hogy az előző pár hétben mi történt a másik iskolákban, és akkor volt egy kis félsz, de teljesen megnyugodtunk. Milyen feladatokat eszeltek ki, mit kellett végrehajtanatok a nap folyamán? Hát ugye a mai nap volt tánc, tehát ezt a táncot, ezt be kellett mutatni. Akkor tegnap este elmentünk ilyen éjszakai túrára, ahol megijesztettek minket, meg hát úgy ilyenek voltak, igen. Az előbb a lányok azt meséltek, hogy a fiúk voltak ma a szolgák, a végzős lányok szolgái. Kellett bármi feladatot csinálnatok, legyezni őket, vagy hasonlók? Hát igen, ez ugye elkezdődött tegnap, akkor volt ilyen masszírozás, legyezés, simogatás, minden extra kényelem. Várjál, azért annyira nem büntetés szerintem. Hát nem annyira, mert mi még ezzel jobban megúsztuk, meg délbe kellett pakolni a tányérokat, ilyesmi, meg odavinni nekik, meg ma már a fiúknak is, de ez nem olyan megerőltető feladat, nagyon szeretjük csinálni. Volt korábban is, akit ismertem, hiszen az osztálytársaim közül 4 is az előző iskolámba is jártak, de másokat is ismertem, szóval igen. Másabb lesz ez az osztály? Hát nyilván valamiben másabb lesz, mint az előző, de jobb vagy rosszabb lesz, hogy érzed, mint mondjuk az általános iskolai osztálytársaid? Hát szerintem jobb lesz, mert többen leszünk, többen tudunk úgymond hülyéskedni, többen bírjuk megbeszélni esetleg, hogyha valakinek problémája van, többen bírnak segíteni, tehát szerintem ez így jobb lesz. Srácok egy ilyen kemény magot fognak alkotni az osztályban? Eddig nagyon összetartóak vagyunk, hát 26-an vagyunk az osztályban, úgyhogy 8 fiú, teljesen jó vagyunk, arányok szempontjából. Nagyon szeretjük az egészet, nagyon jó kis összetartó csapatunk lett eddig. Miért éppen a Szilárdi? Mi az, ami motivált, amikor ide adtad be a jelentkezési lapodat? Hát legfőképpen a lányok, mert nagyon sok barátom ajánlotta, hogy ezt ki kéne próbálni, meg jó lenne. Mert hogy ilyen jó a lány felhozatal a Szilárdiban? Hát persze, hogy a viharban-e? Hát elnöki ügy van itt minden nap. Nagyon szeretjük. Így, és akkor rá lettem beszélve, azon kívül meg így ez dobta a gép, mert a Szilárdiba bejelöltem az összes képzést, és így végül általánosra kerültem be, de teljes mértékben örülök ennek, mert az informatika érdekel. Hogy fog telni ez a néhány év itt a gimiben? Hát nehéz lesz, de küzdünk a jó eredmény érdekében.